Érzelmes a jelzésértékű volt, hogy mint a 2000-es évek elején egy dombóvári NB1-es kosárlabda mérkőzésen újra színültig megtelt a dombóvári egykori vasutas kosaras csarnok. Bálint Jóska alias Jampi emléke előtti tisztelgés okán. Hihetetlen, de igaz, 10 évvel ezelőtt 59 évesen, még eleje teljében elment a dombóvári kosárlabdázás edzője, pénzszerzője, vagány, de igazságos, felettébb szórakoztató figurának számító mindenese, aki komplex tudásával, közösségre, egyénre hatni tudó egyéniségével valójában igazi menedzsere volt az NB1-es csapatnak, a dombóvári kosárlabdának. Stílszerűen egy a dombóvári kosárlabda klub által megrendezett meccsel idézték fel Jampivá emlékét. A Dombóvár All Stars nevezetű csapatban olyan játékosok játszanak, akik a dombóvári NB1-es történetnek a részesei voltak, viszont nem helyi születésűek. A Jampi Team elnevezési csapat pedig a hazai nevelésű NB1-es játékosokból fog összeállni. Akik még ifi korukban dolgoztak Jampi keze alatt, aztán karrierjüket építve elkerültek innen. Néhányuk neves játékos is lett. Az egyik dombóvári tüke, Szőke Balázs pedig edzőként éppen a Nagy Kaposvár NB1-es csapatát dirigálja. De sok örömet szerzett az ittenieknek még dombóvári színekben. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy köszönjük szépen, hogy megszervezték ezt az emlékmérkőzést. Régi csapattársakkal, akikkel elkezdtük a kosárlabdát annó, még itt a 80-as éve végén, 90-es évek elején, ővelük játszhatunk megint együtt, mint ahogy a régi szép időben volt. Panta István, Krasznai Tibor, Trupp Roland, Balogh László, idősebb korosztályból Jászberényi Péter, Kerényi Zsolt, aztán nem akarok senkit kiadni, fiatalabb korosztály Molnár Gyurika, tehát így fogunk kinézni. Halmai Balázs, ugye a kosársúlynak az egyik vezetője, tehát így fogunk felállni majd. Az Egert Dombóvár miatt annak idején otthagyó, kicsi becenévre hallgató Molnár István dirigálta, aki több éven át a Dombóvárnak nem csak játékosa, hanem edzője is volt. Én nagyon sokat köszönhetek a Józsinak. Nagyon sok olyan emlékem van, ami tudnék olyanokat mondani, de egyszerűen ilyenkor az ember lebénul, és mit mondjak. Tehát most sokat voltunk együtt. Én amikor ide kerültem is, egymás mellett laktunk, nagyon sokat utaztunk együtt. Azt lehet mondani, hogy a 16 évemnek a 80%-át vele voltam együtt. A Máshonnét ide kerültek csapatát benne a már honosított amerikai díllel az ismert magyar sikeredző Földi Sándor Sutyi dirigálta ezen az estén. Jampit nála alig ha tudja jobban jellemezni bárki is kosárlabda verkekben. Akkor még több emberség volt a kosárlabdában, nagyobb barátságok szövődtek, mint ma, és az egy Bálint Józsi, egy Jampi, egy volt. Ott ő hívott engem ide. Mind a kétszer, és hát én büszkén vállaltam, ismerve Jampit. Amikor volt valami, azt legfeljebb a Kemelbe beszéltük meg négy szem közt, ha ő neki esetleg valamire más volt a véleménye, de ilyen ritkán történt meg. Jampi egy olyan egyéniség volt, aki nem csak a kosárlabda az értett, hanem megtett mindent a klubba, hogyha kell. Kelet szakosztályvezető volt, ha kelet, akkor takarított, ha kelet, akkor pénzután rohangált, de mindent megtett, amit csak lehetett, és ezért volt nagybetűs ember számomra. Jópofa sztori Soprontól Nyíregyházáig kosaras berkekben rengeteg kering róla még ma is. Néhány sztorit, beszólását, illetve kiszólását több volt játékosa is felidézte a meccs kezdet előtt, mielőtt parketre lépett volna a két csapat, az első és valószínűleg nem az utolsó Bálint József emléktornán.